Hogyan jellemeznéd 2012-t? 2012-ben, vagy 2011-ben is, és 2010 második felében is ezt az országot egy szélhámos vezeti. Ez az ember most már sokadszor csapja be a választópolgárokat. Ugye kezdődött azzal, hogy azt mondta, hogy nem lesz új alkotmány. Aztán egy nagy átveréssel elvette az emberek magánnyugdíj megtakarítását. Azt mondta, hogy aki nem megy át a rendes nyugdíjrendszerbe, annak nem lesz állami nyugdíja. Ami egy nagy becsapás volt, mert amikor már jó sok ember átment, akkor ugye törölték azt az alkotmány ellenes passzust, hogy nem lesz állami nyugdíjuk. Ezek után becsapta a pedagógusokat, az egészségügyi dolgozókat, és most legutóbb becsapta az egyetemre jelentkezni vágyókat, illetve akik most már járnak egyetemre. Egy igazi szélhámos társasággal van dolgunk. De az igazi szélhámosság, amit hát azt gondolom, hogy már bűncselekménynek tekinthetünk, az egy piramis játékhoz hasonlít. Ahhoz a piramis játékhoz hasonlít, hogy akik a piramis alján vannak, és befizetik a pénzt, attól elveszik azok, akik a piramis tetején vannak. Ilyen például az adórendszer ma Magyarországon. De nem csak az adórendszerről van szó, hanem arról, hogy kapjuk az uniótól a pénzt, pályázatok vannak, állami beruházásoknál, állami fejlesztéseknél pályázatok vannak, amit mindig, vagy általában egy közgép nevű cég nyer meg. Ez a banda, nem tudok más kifejezést mondani, ezek akik szélhámosak, és lényegében bűncselekményt követnek el, a létező összes pénzt szép lassan átcsorgatják a magánvagyonukba. Ezeken a pályázatokon keresztül. Tehát ma Magyarországon, nem csak 2012-ben, olyan kormányunk van, akik nem államfőkből, nem politikusokból állnak, hanem szélhámosokból és bűnözőkből. És mit vársz 2013-tól? De ahogy az elmúlt két évben mindent alárendeltek a saját érdekeiknek, tehát minden intézkedésük, minden törvényt a saját arcukra módosítottak, a saját magukra szabták, ahhoz, hogy egyrészt meggazdagodjanak. Így azt gondolom, hogy 2013-ban ez folytatódni fog. Ugye ennek a törvényhozási gyakorlatnak a legutolsó példája az a választási törvény és a választási eljárási törvény. Én 2013-ról azt gondolom, hogy egyre több ember lesz elégedetlen, egyre több ember megy, most már nem csak a fiatalok, hanem a szülők, nagyszülők, rokonok, unokatestvérek ki az utcára. A kormány egyre agresszívabb lesz, egyre több embert fog előállítani, és bizony folyamatosan úgy fogja módosítani a törvényeket, ahogy éppen az ő saját érdeke kívánja.